Újra szentelték pénteken a kívülről, belülről teljesen megújult kolozsvári evangélikus luteránus templomot. A hálaadó istentiszteleten Adorjáni Dezső Zoltán, evangélikus püspök hangsúlyozta. Isten házában és szolgálatában együtt kell élni, ahhoz, hogy a templomokat meg lehessen tölteni élettel. Egyházi és világi vezetők, valamint a román és magyar kormány képviselőinek jelenlétében szentelték fel a felújított kolozsvári evangélikus templomot és püspöki hivatalt. A templom teljes restaurálása még 2018-ban kezdődött el a tetőszerkezet újjáépítésével, majd a templom külsejének és belsejének felújításával párhuzamosan a püspöki hivatalban végzett munkálatokkal. Fehér Attila főtanácsos esperes, a felújítási projekt egyházi koordinátora kiemelte, nagy összefogás eredményeként újulhatott meg a kolozsvári templom, amelyet igazi családbarát helyé varázsoltak. A lehelyezett alapokat igenis tudjuk megerősíteni, és a mai közösség, amelyik itt volt a templomban, és az evangélikus közösség, amelyiknek része itt volt a templomban, az úgy érzem, hogy jele annak, hogy igenis ezek az alapok, ezek, amiken állunk, amiken vagyunk, azokat meg tudjuk erősíteni a jelenlétünket, és jövőt tudunk építeni. A hálaadó istentiszteleten Adorjáni Dezső evangélikus püspök hangsúlyozta, az ünnep nem csak a kőfalakról, hanem a lelki békéről is szólt, hiszen az újonnan restaurált templom célja, hogy istentiszteletre hívja a gyülekezetet. A templomnak élőnek kell maradnia, fontos, hogy a templomokban élet legyen, fogalmazott. A restaurálási folyamatból pedig az eredeti szépség felmutatását emelte ki. A minőségi megmutatkozása olyan elemeknek, például a köveknek, amiket valamikor levakoltak, olajjal lefestettek, ezeket kibontottuk. A falépcső, a gyönyörű szép bejárati főajtó, ami szintén le volt kemve. És ezek kibontakoztak, kibontottuk őket, eredeti szépségükben jelennek meg. Az ünnepség keretében újjászentelték az oltárt, a keresztelőkövet és az erdészerte egyedüli három manuálos Volker orgonát is. A felújítási munkálatok mintegy 10 millió lejbe kerültek, ennek felét vissza nem térítendő uniós támogatásból, közel felét a magyar kormány támogatásából, legkisebb részét pedig a román állam támogatásából finanszírozza az egyházközség.